kedves, józan gondolkodású honfitársaim! A második világháború óta nem látott krízist él át az emberiség, amelynek leple alatt, ne legyen kétségünk, egy új világrend kiépítése zajlik. És ha az ember akár csak felmer tenni teljesen triviális és egyébként jogos kérdéseket, azonnal kirekesztik, azonnal megbélyegzik. Ismerjük már ezt a módszert, de remélem, hogy mindannyian csak megerősödtök a meggyőződésetekben akkor, amikor Karácsony Gergely és Orbán Viktor vált-válnak vetve próbálja rátok erőltetni az oltást. Mert olyan hangosan tudnak veszekedni, olyan hangosan tudnak egymás arcába ordibálni, de egy dologban közösek. Dobrev Klárától, Jakab Péteren át, Fekete Győr Andrásig, mindenki az oltást erőlteti. És fittyet hánynak a szabadságra, az emberi szabadságra, a ti szabadságotokra. Azért vagyunk itt, hogy nyomatékosítsuk, felejtsék el a kötelező oltást. Senki. Senkit nem lehet zsarolni, mert mi magyarok ezt nem tűrjük. Már így is visszavonulót fújt a kormány az egészségügyi dolgozók esetében, de nem állhatunk meg félúton. Felejtsék el ezt az őrületet egyszer és mindenkorra! Honfitársaim, olyan világot élünk, hogy egyik pillanatról a másikra, egy gombnyomásra leállították az egész gazdaságot, és még kérdezni sem szabad. Nem látják el az egészségügyben az oltatlanokat, de az adójuk, a TB-jük, na az kell Orbán Viktornak! Az azért jól jön neki, ugye? Világbotrány, amit művelnek, világbotrány, és azt várják, hogy ebbe szépen csendben mindenki belenyugodjon. Hát mi nem fogunk! Követeljük vissza a jogainkat, követeljük vissza az életünket, és követeljük a gyerekeink jövőjét. Hiszen az Orbán kormány a gazdaság leállításával olyan adósságba verte Magyarországot, amire az elmúlt 25 évben a bokros csomag óta nem volt példa. És azt kérték tőlünk, mindannyiunktól, akik itt vagyunk, hogy hozzunk áldozatot, és ezt szép csendben viseljük el. Csak hogy közben voltak, akik a lezárások alatt is gazdagodtak. A Mi Hazánk volt az egyetlen párt, amely járványszolidaritási adót követelt azokra az óriás cégekre, akik még akkor is gazdagodtak, mikor mindenki más nyomorgott. A gyógyszercégekre, a multinacionális kereskedelmi láncokra, az óriás tech cégekre, és kitaláljátok, a kaszinókra. Mert hogy azok még akkor is nyitva lehettek, sőt, soha nem látott mértékű profitra tettek szert, amikor mindenki más megszorításokkal volt kénytelen élni. Hát a kormány miért nem terhelte rájuk is a terheket? Azt választotta Orbán Viktor és kormánya, hogy mi nyomorogjunk, a gyerekeinket adósítsák el, a multik meg éljenek, mint Marci Hevesen. Na ez Magyarország jelenlegi kormánya. Ne legyen kétségünk, minden fideszes szájkarate ellenére a multik érdekeit szolgalelkűen kiszolgáló kormánya van most is Magyarországnak.
Évek óta megy a primitív halálkampány mind a Fidesz, mind a balliberálisok részéről is, ám a lezárások következményeiről hajlamosak megfeledkezni. A számok ugyanakkor nem hazudnak. Magyarországon a hivatalos statisztika szerint eddig megfertőződött nagyjából a lakosságnak a 8,4%-a, életét vesztette a fertőzötteknek, tehát ennek a 8%-nak a 3,7%-a, azaz a teljes lakosság 3000-eléke. Ez a hivatalos statisztika. És az egész világon a lakosság 97,3%-át az elmúlt másfél évben semmilyen módon nem érintette ez a vírus. 97,3%-át. Ezek a számok. De ezeket igyekeznek elhallgatni, ugyanakkor fel kell tennünk más kérdéseket is. Én most felteszem ezeket. Mennyi életévbe kerül, hogy 1 millió magyar gyermek nem tudott normálisan mozogni több mint egy évig? Mert még a játszótereket is be kellett ám zárni. Nekik, akikre egyébként pláne alig veszélyes a vírus, ki adja vissza ezeket az éveket? Meddig kell még abnormálisan élniük? Ki adja vissza azoknak a fiataloknak az életét, akik a lezárások következtében lettek öngyilkosok? Az ő életük nem számít. Ők nem áldozatok? Mennyivel lett kevesebb az egészségben eltöltött évek száma azért, mert mindannyian lezárásokkal éltünk hosszú ideig? Az az elhízás, amit egyes becslések összesen 50 millió kilogrammra taksálnak a magyar lakosság esetében, ezek mennyi betegséget fognak eredményezni? Azok az elmaradt beavatkozások, amelyeket nem végeztek el az egészségügyben a Covid miatt, hány ember életet követelnek? Ezek nem jogos kérdések? Dehogy nem. Csak erről az oltást és a lezárásokat erőltető kormányok és vakcinagyártóknak kellemetlen beszélni. Megpróbálnak ezért elhallgattatni minket. Sőt, azt mondják még most is, nem kaphatod vissza az életedet többé, ha nem oltatod be magad. Nem költözhetsz be... Nem költözhetsz be a kollégiumba, nem járhatsz egyetemre, nem dolgozhatsz az egészségügyben, aztán még ki tudja, hogy ki következik, sőt, el sem látnak, hogyha valamilyen betegséggel odafordulsz. És senki nem kérdezi meg Orbán Viktort, hogy ezt hogy képzeli? Hogy a magyar kormány ezt hogy képzeli? Hogy képzeli, hogy az oltatlanok ellen hergeli a közvéleményt, és mindenért őket tesz felelőssé? Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy az oltás mindent meg fog oldani. Most mégis, másfél év elteltével az újabb hullámra készülünk. Most épp már a negyedik jön. Ráadásul az Egyesült Államokban, az egyik államban az újonnan fertőzötteknek a 70%-a olyan, akit már kétszer beoltottak. Hát ezt oldja meg az oltás. Az oltás még Gyurcsány Ferencet sem védte meg a koronavírustól. Ellenben Orbán Viktor megvédte őt a börtöntől. Azért is vagyunk itt, hogy üzenjük együtt Orbán Viktornak, hagyják békén a gyerekeinket. Az ő zsarolásuk, az ő megbélyegzésük különösen aljas és kegyetlen. Ők gyerekek, és mi felelősek vagyunk értük. A jövőjük nem játék. Mi szülők tudjuk, hogy minden egyes napon dolgoznunk kell értük, minden egyes napon gondoskodnunk kell róluk. Erre a magyar kormány azt várja,
hogy oltassuk be a 12-16 éves gyerekeinket olyan vakcinákkal, amelyek például bevallottan felborítják a nők jelentős részének havi ciklusát, és egyébként a hosszú távú hatásait senki nem ismeri. Rá akarják erőszakolni a jövő generációra mindezt, az időseket pedig legújabban az otthonukban is zaklatják. Nekik már ismerős lehet mindez, érted jöttünk el, társ, nem ellened. Hát köszönjük! Hát köszönjük, de ezt nem kérjük. A szabadságunkat, a jogainkat, na azt kérjük. Sőt, követeljük, mert az jár nekünk. Nem tudom, hallották-e, hogy Szijjártó Péter mit gondol az oltatlanokról, ugyanis a külügyminiszter úr azt találta mondani, hogy figyeljenek, társadalmi, gazdasági és egészségügyi károkat okoznak, ellenben a vakcinagyártók, na ők semmiért nem felelősek. És erről papírjuk is van a kormányoktól és az Európai Uniótól. Az oltásnak is vannak negatív következményei az egészségügyre? Na és, mondják ők. Sokan furcsa körülmények között éppen az oltások után haltak meg, vagy lettek nagyon betegek? Ők nem számítanak, mert nem illenek bele abba a világméretű hazugságba, ami folyik. De nekünk igen. Mi értük is vagyunk itt. Azért a 26 éves lányért, akit beoltottak, este lefeküdt és nem ébredt fel többé. És minden olyan honfitársunkért, akivel hasonló történt. Ám a vakcinagyártók nem tehetők felelőssé semmiért. Vérlázító gyalázat, amit itt is elfogad a kormány és a balliberálisok is. Se a költségekhez nem járulnak hozzá, se az emberek sorsáért nem tehetők felelőssé. Hát nem szakad le az ég? Nem szakad le? Lássuk már meg, hogy ez nem normális, és tegyünk végre valamit. Hogy mit tegyünk? A legfontosabb, össze kell fognunk. Mert attól majd megijed Orbán Viktor, ha azok, akik szerint nem lehet kötelező az oltás, akik vissza akarják kapni az életüket, akiknek elegük van a halálkampányból és a hazugságokból, és akik féltik a gyerekeinket, összefognak, akkor megváltozik az életünk. A mi hazánk az egyetlen párt, amely élére áll ennek a közösségnek. Mindenkit hívunk a mi hazánk kötelékébe, mert nem lesz más fél év múlva a szavazólapon a választási szabályok szigorítása miatt. A lezárásokat és a harmadik oltást erőltető balliberálisok, a lezárásokat és a harmadik oltást erőltető Fidesz, és a lezárás ellenes és az emberi szabadság sérthetetlenségét hangsúlyozó mi hazánk. Tehát egyszerű, de segítenetek kell. Segítenetek kell, mert cenzúráznak minket. Torockai László egyik oltásokkal foglalkozó videóját már törölte a YouTube, és Facebookon az én személyes oldalamat is az eltüntetés fenyegeti. A teljes magyar sajtó elhallgatásáról nem is beszélve, egyetlen tévékamerát sem látok a rendezvényünkön. Így akarják megakadályozni, hogy megismerjenek minket, de nem hagyhatjuk, nem hagyhatjátok. Csak azon múlik a siker, csak azon múlik a közös ügyünk sikere, hogy el tudunk-e elég emberhez jutni, hogy elviszitek-e az üzenetünket elég emberhez. Tegyetek meg mindent ti is. Mi a következő fél évben mindenhol ott leszünk, de ez kevés lesz. Rátok is szükség van.
Búcsúzásul egyetlen gondolatot szeretnék nektek útravalóul adni, hangsúlyozni. Mindig, mindig, minden egyes pillanatban tartsátok szem előtt, az emberi méltóság korlátozhatatlan. Minden egyes ember méltósága korlátozhatatlan. A ti méltóságotok is korlátozhatatlan. Fogjunk össze, és akkor győzni fogunk! Köszönöm, hogy meghallgattatok!